A hajam már nő, ezt mondta ki boldogan 2016. szeptemberében mai vendégem. Tulajdonképpen sokaknak természetes az, hogy van hajuk. Bár a daganatos betegségekkel küzdőknek ugyan, sokszor ez csak álom. Mai vendégemnek már szerencsére kinőtt a haja, nem is akár mekkora, ugyanis Kovács Szilvia vendégem, és a Nálatok Mizu műsorvezetője már oly sokaktól megkérdezte azt, hogy vajon másoknál Mizu, de most vajon nálad Mizu? Szia, Reni, köszönöm, hogy meghívtál erre a beszélgetésre, és köszöntöm a nézőket is. Most mielőtt még belemennénk, nekem most nagyon furcsa, el kell, hogy mondjam, nagyon furcsa itt ülni ebben a másik székben, veled szemben, úgyhogy ez a Mizu, ez most jó kérdés. Nagyon örülök annak, hogy beszélgethetünk egy picit erről a témáról, mert ez ugye a szívügyem. Meg remélem, egy kicsit a Mizuról is beszélgetünk majd. Egyébként meg azt mondom, hogy ahogy a felvezetődben mondtad, már kinőtt régen, most már jó hosszú. Én azt gondolom, hogy most, hogy az 5. évemet is már átléptem. Ugye 5 éve küzdöttél meg a pont 5 évvel ezelőtt volt, igazából már tavaly novemberben volt az 5 év, csak most voltam az 5 éves kontrollon, és hát mindig ilyenkor kapok egy csillagos ötöst. Most még ugyan nem vittem vissza a mostani papírjaimat az orvoshoz, de tavaly egy nagy csillagos ötöst kaptam, szerintem most is ugyanígy rá fogja írni, hál' Istennek. Mert hát ugye azt tudnunk kell, illetve a nézőknek is tudniuk kell, hogy hát itt minden rendben volt ez év elején is ugye a kontrollokon, és hát nagyon nagy kő esett le a szívedről, ezt mi itt láthattuk a szerkesztőség berkein belül. Igen. Egy kicsit utazzunk együtt az időben, hogyan emlékszel vissza hát arra az időszakra, amikor tulajdonképpen kiderült a probléma, hogyan érintett ez téged, és aztán hogyan próbáltad feldolgozni és túltenni magad ezen? Fú, érdekes kérdés, meg nagyon érdekes így visszautazni az időben, mert egyébként ugye az ember szerintem sok mindent elfelejt ilyen 5 éves távlatokból, de ezek a dolgok, amik így szerintem soha nem fognak kitörlődni. Hát ez egy november 13-ai Szilvia, péntek 13 Szilvia napon derült ki, hogy daganatos beteg vagyok. Ez most egy ilyen fekete péntek volt, akkor nem fekete csütörtök, hanem számodra fekete péntek. De egyébként én azt gondolom, hogy akkor lett a szerencse napom ez a péntek 13, mert hát nyilván, ha nem veszik észre, akkor ma már nem biztos, hogy itt ülök és beszélgetünk. Hát nyilván kis gyerekes anyuka voltam, pici gyerekeim voltak, és hát ugye előtte egy-két nappal vettem észre ezt a kis borsó szemnyi elváltozást a mellemben, ami ugye a bőröm alatt volt, és nem is gondoltam ugye, hogy ez ilyen jellegű betegség lehet, holott anyukám már átesett, akkor már többféle daganatos betegségem. Igen, erre ki fogunk később térni, hogy ti tulajdonképpen egy ilyen szupererővel bíró család vagytok, ilyen túlélők vagytok. Reméljük. És hát visszatérve, akkor készültünk egyébként az akkori férjemmel egy hosszú hétvégére Balatonfüredre, és akkor én teljes mértékben úgy álltam hozzá, hogy 36 évesen nekem nem lehet bajom, még így sem, hogy ugye azért lehetett ez akár egy örökletes betegség is, de így beugrottunk a kórházba, előtte én úgy fogalmaztam meg, hogy beugrunk a kórházba, megmondják, hogy minden rendben van, és akkor megyünk a hétvégére, és hát nem így jöttem ki onnan, abból az ajtóból, hanem ott úgy, hogyan emlékszel vissza, mi volt akkor benned először? Hát ugye csináltak egy mammográfiás felvételt, és amikor áthívott a szomszéd szobába a doktornő, akivel egyébként már akkor is jobban voltunk, most is nagyon jobban vagyunk, és nagyon-nagyon kedvelem, szeretem, és tényleg egy nagyon jó szakembernek tartom, és hálás is vagyok neki. Ő rögtön mondta abba a pillanatban, semmiféle kendőzés nem volt, azt mondta, hogy Szilvi, itt rettenetesen nagy baj van. Azt még akkor nem tudta megmondani, hogy ez most egy 1000%-ig biztosan rossz indulatú elváltozás, de hogy látszódott és mutatta is, most nem akarok annyira részletekbe belemenni, de hogy itt tényleg nagyon látszódott már ott a felvételen, hogy van valami olyan elváltozás, amire azt mondta, hogy ha jó, ha rossz, akkor is le kell venni a mellemet. És ugye ez rögtön egy 36 éves nőnek egy sok hatás rögtön, és hát akkor úgy engedett el, hogy most nem szúrja meg, nem vesz belőle biopsziát, hanem akkor menjek el erre a hosszú hétvégére, és akkor utána. De hát bennem motoszkált végig a kis ördög, illetve persze, hát a rossz érzés, úgyhogy el is rontott elég rendesen azt a hétvégét, és utána hát alig vártam, hogy menjek a biopsziára, aminek 2 nap múlva tudtam meg az eredményét, és ott közölték, hogy ugye elég nagy a baj.
Ugye maradjunk egy kicsit ennél a bizonyos hétvégénél, és ennél a Momentumnál, ugye ez Balatonfüred, ahogy te is mondtad, és emlékszem, hogy mondtad, hogy ott beszoktál menni egy templomba, és úgy fogalmaztál, hogy ott elhangzott tőled, amit egyébként soha senkinek nem mondtál, hogy kaptam egy jelet, ha kitartok, menni fog. És most is kiráz a hideg egyébként a talpamtól a fejem tetejéig. Mi motivált abban, illetve inkább mi vezérelt, hogy te bemenj egy templomba, és hogy egy kicsit ott magad legyél? Imádkoztál? Hát, hogy is mondjam, én gyerekkorom óta hiszek. Azt nem biztos, hogy úgy fogalmaztam volna meg régen, hogy Istenben, de hogy valamiben hiszek. Ezt most is így tartom, csak egy picit inkább már elindult errefele a dolog, és én azt szerintem azt is elárulhatom, hogy én Gábor atyával gyakran találkozom, igen, és ő nagyon sokat segít nekem egyébként így akár a betegséggel kapcsolatban, ennek a feldolgozásában, vagy például, hogy egy-egy vizsgálatra hogyan készüljek fel, úgyhogy ne stresszeljem szét magam, tehát ő nagyon sokat segít, és miután én úgy érzem, hogy akkor tényleg kaptam egy olyan jelet, amire szerintem egész életemben vártam, most ez lehet, hogy egy kicsit olyan furcsán hangzik, de hogy én akkor egy olyan fajta megerősítést kaptam, ami azt mondta, hogy nyugi, neked menned kell ezen az úton, és ha megcsináld ezt az utat, akkor nem lesz semmi baj. És tényleg így volt, én azt gondolom, hogy most majd aztán belemehetünk ebbe, ha gondolod, hogy most én 5 év után mennyire érzem magam túlélőnek, mert egyébként ebben vannak, nem azt mondom, hogy kételjeim, de nem feltétlen ez a felfogásom van. Tehát, hogyha mondjuk én ezt 10 év múlva mondanám neked ugyanezt, akkor is azt mondom, hogy a jó Isten lehet, hogy azt mondta, hogy csináld végig, és ennyi időd van, de akkor nekem ott éppen olyan jelet adott, hogy nyugodjak meg, nem lesz semmi baj, és ezt végig igen fogom csinálni, mert nem engedi. És ugye azért azt el kell mondani a nézőknek, hogy nagyon sokan dolgozunk itt a Fehérvár TV berkein belül, de azért mégis bensőséges a kapcsolatunk, a viszonyunk, mint egy kis család igazából, vagy mint egy nagy család, inkább olyanok vagyunk. És amikor megtörtént a baj, akkor úgy jöttél be a szerkesztőségbe, hogy azt mondtad nekünk, hogy rákom van, de nyugi, legyőzöm, és jövök vissza. Igen. Hogy fogadtunk akkor? Visszaemlékszel erre? Igen. És ezt a hírt, mert én azt hiszem, hogy lesokkolódtunk talán. Hát egyébként azon a reggelen, amikor ez volt, akkor tudtam meg a biopsziának az eredményét, és bejöttem, rögtön egy ilyen válságértekezletszerűséget tartottunk az akkori vezetőkkel, és megbeszéltük, hogy hát akkor én most így visszavonulok, elmegyek, és elrendezem a kis gyógyulásomat, és jövök vissza. És én ezt azért gondoltam így, hogy ez nálam egyébként nem úgy fog történni, ahogy egyébként történt, mert az anyukám példájából azt láttam, hogy jó, hát anyukámnak kivették a daganatot, megműtötték, kapott 25 sugarat, és szerintem egy ilyen pár hónap alatt el lett felejtve az egész. Tehát, neki hogy is már rákja is volt, van, ugye? Így van. Anyukámnak mind a két mellében volt már daganat, meg a tüdejében is. Meg a tüdejében. És lekopogom, szerencsére itt van köztünk. Hát nem véletlen mondtam, hogy túlélők vagytok, ez a család túlélő. És hát én anyuból indultam ki, ahogy végigcsináltuk vele, hogy pár hónap, és én úgy gondoltam, hogy jó, hát akkor mit, elmegyek, gyorsan megműtenek, gyorsan letudjuk a sugarat, és akkor jövök is vissza, de arra nem gondoltam ugye, hogy hát ekkora műtét lesz, meg hogy kemoterápiát kapok, azért az is elhúzódott egy fél évet, akkor utána volt még a sugár, tehát így összesen 9 hónapot kellett, hogy kimaradjak. Többet is mondtak egyébként, tehát az elején azt mondták, hogy egy 1,5-2 évvel kell számolni, ahhoz képest szerintem egy kicsit fölgyorsítottuk a tempót, vagy hát ahogy éppen engedte a kezelés és a szervezetem felépülése, de hát azt tudom, hogy bementünk a kollégákhoz, és elmondtam, és mindenki teljesen ledöbbent, és én vigasztaltam a többieket, és mondtam, hogy jó van, nyugi, hát jövök vissza. Nekem ez teljesen egyértelmű volt. Nőként mit érez ilyenkor az ember? Mert nyilvánvalóan egy férfi számára is egy sokkoló dolog, ha megtudja, hogy beteg, méghozzá daganatos beteg, és azért azt nagyon jól tudjuk, hogy ez egy borzasztóan komoly dolog. Egy nő mit érez ilyenkor? Nekünk azért van hosszú hajunk, hát igen, többi. Talán ezek azért a nehézségek azok, amiket ha valaki sajnos belekerül, akkor ezt így első sokként, azon kívül egyébként, hogy az a legfontosabb, ami ilyenkor benned felmerül, illetve nem benned soha nem merüljön föl, de az emberben felmerül, hogy meg fogok halni. Tehát ez az első és legfontosabb, és hogyha ezen túl vagy, akkor utána jön az, hogy ja, hát leveszik a mellemet, kit érdekel.
Ja, hát tehát, kihullik a hajam, kit érdekel? Hát igazából az életemet is elvesztettem volna. Igen, itt jön ki az tényleg, hogy kinek mi az apró és nagyobb probléma, tehát itt tulajdonképpen a hatalmas nagy probléma ilyen picinek tűnt utána, már ami a mellevételt illeti. Jó, hát nem mondom, hogy olyan könnyen fogadtam. Abszolút érthető. Bár azért sok helyen elmondtam már, ahol így ezzel kapcsolatban beszélgettünk, meg újságcikk és a többi során, hogy hát én azért így dokumentáltam ezt a hajnyírást, és ebből egy ilyen kisebb fajta bulit csináltunk így a rokonokkal, barátnőkkel. És aminek egy pici részét elő is szoktad adni, többek között kórházi dolgozók, orvosokkal is, már volt egyfajta konferencia, ahol megmutattad ezt. Igen, volt már példa, hogy ilyen előadást tartottam, mert meghívtak, és akkor ott azért ügykendőzetlenül benne van a kis PPT-ben ez a párkép. De te ezt vállaltad. De vállalom, abszolút. Persze. Tehát, hogyha bárki azt mondja, hogy mutassam meg a kopasz képeimet, megmutatom, mert nincs ebben szerintem semmi szégyelnivaló. Az más, hogy tényleg lelkileg ezt feldolgozni, azért nagyon nehéz. A másik ugye, hát nyilván az, hogy a mellét az embernek leveszik, ugye első körben azt gondolja az ember, amit ugye hát régen láttunk idősebb hölgyeknél, ugye, hogy leveszik, és akkor esetleg protézissel kell pótolni. Ma már hál' Istennek erre nagyon jó módszerek vannak, úgyhogy szerintem annyira nem is észrevehető, hogy bármi probléma volt. Észrevehetőség, ha már észrevehetőség, szerintem nagyon sok nézőnk azt sem vette észre, mert amikor visszajöttél már a híradót levezetni, hogy ő paróka volt rajtad. Igen. Szerintem abszolút rendben volt, és abszolút azt a Kovács Szilvit láttuk, akit előtte az ő saját hajával. Aztán történt egy pillanat, amikor, hát ha lehet így mondani, megszavaztattad, hogy levedd ezt a bizonyos parókát, mert hogy már elkezdett kinőni a hajad. És mi bizony megszavaztuk neked azt, hogy vegyük le ezt a parókát, és ülj be így a híradóba. Igen. Nagyon jól állt az a rövid haj. Hogy emlékszel erre vissza? Nagy Zoltán Péter akkori főszerkesztőnknek, hogy úgy mondjam, egy kicsit ilyen elvetemült és őrült gondolatai voltak, mert hogy folyamatosan, amíg én bejárkáltam azért, tehát így még abban az időszakban, amikor a kemoterápiát kaptam és bejártam ugye dolgozni, igen, akkor volt ez a parókás időszak. Úgy, hogy mondjuk ők azt mondták, hogy akkor csináljam csak a híradókat, az egyórási híradókat, és én ezt nagyon nagy örömmel tettem, mert legalább egy kicsit úgy kimozdított ebből a betegség állapotból, hogy egy kicsit megint jöhettem közétek, kicsit a nézőkért is lehetett megint tenni, és igazából mindig az volt, hogy így elhúzkodott így hátra a kis tárgyalóterembe, hogy akkor mutasd már meg a hajad, mutasd már meg, és mindig mondtam, hogy nem mutatom, hagyjál engem béke, és akkor egyszer megmutattam neki a kopasz fejemet, és mondta, hogy úristen, azt mondja, mert mindig azt mondta, hogy ő akár kopaszon is engedné, hogy híradózzak, őt nem érdekelné, meg mindig mondtam, hogy nem, mert akkor elvisznek, mert kuriózom vagyok. és akkor azt mondták, hogy akármikor, akárhogy tehet, hogyha paróka, akkor paróka, mindegy, csak legyél, és ez nekem nagyon jól esett. Ez egy nagyon jó dolog volt. És amikor először elmentem fodrászhoz, ami után már kinőtt a hajam, de még volt parókám, akkor azt ő nagyon jól tudta, hogy én fodrásznál voltam. De én még akkor nem tartottam ezt vállalhatónak. Befestették, ilyen kis pici tüsike hajam volt, és jöttem be másnap, emlékszem, ott ültem, gubbasztottam, valamit írtam éppen, és akkor jött a Zoli, és mondta, hogy te Kovács, te fodrásznál voltál, nem? Ja, nem érdekes, és így mondta, hogy de hát akkor kap már le azt a kucsmát a fejedről. És én mondtam, hogy nem, ez még nem vállalható, és akkor kihívott, és mondta, hogy ide figyelj, ezt most meg fogjuk szavazni. Olyan nincs, hogy hát ez nem a te akaratod, ez már a közakarat. És akkor tényleg az volt, hogy összehívta mindenkit, aki itt éppen dolgozott, és hát jó sokan voltunk, és akkor kimentem a mosdóba, levettem, egy picit úgy beleturkáltam, hogy valahogy kinézem, visszajöttem, és akkor hát hárman azért voltak, akik azt mondták, hogy ne, a többiek meg azt mondták, hogy igen. És akkor azt mondtam, hogy jó, hát akkor végre legalább lehetek egy kicsit szabad, mert már azért tényleg addigra már egy kicsit elegem volt a parókaviselésből. És olyan szinten a szívügyeddé vált maga a betegség, de itt most a szó jó értelmében, illetve ennek a felvállalása, hogy nagyon sokszor állsz a márák elleni küzdelem mellé. Ez mikor jött végül is, ez még a betegséged idején, utána, és milyen formában szoktál kiállni emellett? Hát ez így automatikusan jött. Egyébként én, amikor
az első pár ilyen napon túlestem, és akkor elkezdtem kicsit interneten bogarászni, hogy hogyan lehetne ebből kijönni, meg hogy példákat nézzek magam előtt, akik esetleg segíthetnek nekem. Akkor találtam rá Halomborira, aki a Merák Infónak a vezetője, vagy hát ilyen éllovasa, és ő is egy túlélő. És elkezdtem vele levelezni, meg egyszer össze is futottam vele a Kék Golyóban, és nagyon nagy élmény volt vele egyébként találkozni, ő egy ilyen tipikusan erőteljes túlélő csajszi, és az volt, hogy később egyébként, mint hogy előttem is voltak példaképek, többen is, mellette is, így én is, ahogy belekerültek mások, akikkel mondjuk az onkológián, egy kemoterápiás kezelés alapján, vagy során találkoztunk, én is egy kicsit úgy az lettem. És ugye ott az onkológián azért hát nagyon jó viszonyt ápolok az orvosokkal, mindenkivel, akik ott vannak, és azért van, hogy a telefonszámom kiköt ennél annál, hogy na hívd fel a Szilvit, mert a Szilvi majd elmondja. És akkor így van olyan időszak, amikor tényleg heti szinten megkeres valaki, és akkor próbálok segíteni, és ennek kapcsán jött az, hogy a Bori megkért, hogy a Fejér megyei részét vigyem ennek a Merák Infónak, és akkor itt csináltunk egy Facebook csoportot. Igazából ez itt kb. Ennyiben meg is áll, ami nekem most egy kicsit olyan, hát hogy mondjam, szívfájdalom is, de vannak tervek is vele, csak a határt próbálom megtartani, hogy ne legyen túl sok, tehát nem szeretném az életemben ezt olyan szinten továbbvinni, hogy sok legyen, hogy teher legyen, aha, mert azért minden nap ezzel foglalkozni abszolút sem. Abszolút, pont ezt akartam mondani. Igen. Túl jó. Viszont vannak tervek, úgyhogy remélem, hogyha ez a vírusos helyzet lemegy, akkor lesznek erre, lesz erre mód és lehetőség. Amikor a lufi séták vannak, akkor meg szoktak kérni, ugye, hogy én is csatlakozzak. Ez mondjak a pár szót, igen. Tavainál is, hát már akkor is járványhelyzet volt, akkor is moderáltam egy picit, meg én is mondtam pár olyan gondolatot, amit én úgy érzek, hogy szerintem a hölgyeknek, akik ebben vagy ezen átesnek, vagy mondjuk hozzátartozók, azoknak segítség lehet. És hát volt már egy-két olyan ilyen orvoskonferencia, meg itt Fehérváron is egy-egy olyan alkalom, amikor meghívtak megtartani az előadásomat, és ezt nagy szeretettel teszem egyébként. Ez egyfajta társadalmi felelősségvállalás is a részedről? Hát, ha nem is így mondanám, de az is, így is hívhatjuk. Igazából én azt látom, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy az embernek valaki megfogja a kezét, és elmondja azt, hogy mint például most a legjobb barátnőm, ő ennek a betegségnek a kapcsán lett a barátnőm, aki odajött hozzám, és azt mondta, hogy Szilvi, mondd meg, hogy mit csináljak, én azt csinálom, mint a nagykönyvben követni foglak. És tényleg ezt csinálta, hogy elment ahhoz az orvoshoz, ahhoz a sebészhez. Ugyanazt csinálta végig, minden egyes műtét előtt elmondtam, hogy mire számítson, a kezelések előtt elmondtam, hogy mire számítson, és itt van boldog, örül, és teljesen, tehát látszik rajta, hogy neki nem kellett már úgy beleásnia magát ebbe az egészbe. Kitapostad az utat tulajdonképpen. Igen, és hogy én nekem igazából ez a célom ezzel, hogyha tudok bárkinek segíteni, úgyhogy mondjuk egy telefonnal, akár felhív volt már, hogy 70 éves nénike hívott fel, hogy úristen, le fogják venni a mellemet, hogy kell ezt átélni, meg kemoterápiától kell lefélni, és akkor ilyenkor nagyon szívesen, nagy szeretettel segítek. Gyerekeid vannak, ugye két nagy lányod van, a Fanni és a Mircsi, szoktak egyébként kérdezgetni akkor téged a betegségről, vagy inkább egyébként már most nagykorukra, vagy hogyan álltak ők egyáltalán, és állnak ehhez az egészhez, tudják-e, hogy mi történt veled, tudják-e, hogy mekkora kincs az, hogy te itt vagy most nekik? Hát igen. Pontosan emiatt is gondolják azt szerintem, ugye én egyedülálló anyukaként nevelem őket, és hát egyrészt ez is nagy kincs nekik, tehát ők azt tudják, hogy ez mekkora, tehát ők úgy élik meg, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy én egyedül nevelem őket, viszont emiatt, a betegség miatt is nagyon, főleg a Fannikám, kisebbik lányom érzékeny erre, tudják, hogy mi történt, akkor, amikor mondjuk leborotváltuk a hajamat, akkor csak ilyen kérdően néztek, hát még picik voltak, ugye 3 és 5 évesek, nem mertük nekik úgy elmondani, meg hát nyilván akkor még nem is, most sem kellene feltétlenül tudniuk róla, hogy mi történt, de én inkább de őszintén elmondom. Nagyon belsőséges a ti kapcsolatotok, igen, épp ez az, hogy nagyon-nagyon őszinte. Igen, nagyon, nagyon így vagyunk, viszont
úgy is tudják, hogy járok kezelésekre, járok, vagy hát most már igen, mondjuk egyfajta kezelésre még járok, egy ilyen hormonterápiát kapok, de hogy tudják, hogy most akkor anya megy a szurira, vagy anya megy a vizsgálatra, vagy van olyan vizsgálat, ami után nem találkozhatunk egy napig, és akkor ilyenkor, hogyha mondjuk PET-CT-re megyek, akkor azután nem lehet gyerekekkel lenni. Tehát ezeket azért mind meg szoktuk beszélni, hogy miért van. Egyszer szépen elmondtam nekik, tudják, azt is tudják, hogy nekik is majd nagyon kell magukra figyelni, úgyhogy így áll ez a dolog most. Egy kicsit azért azt gondolom, hogy fontos arról is beszélnünk, hogy önvizsgálat, ami szintén ugye a szívügyed, és ehhez kapcsolódik nyilvánvalóan. Mi az, amire figyeljünk mi nők? Hát én azt mondom, hogy nem kell minden egyes pici apró jellel azonnal orvoshoz rohangálni. Ugye nagyon sokan ma már ebben a világban azt mondom, hogy nem is baj, hogyha egy kicsit félősebbek vagyunk, szerintem, mert vannak ugye olyanok, akik azért, hát jó van, van valami, és nem megyek el, és halogatom, és akkor szokott megtörténni a baj. Én azt mondom, hogy egy egészséges mértékben próbáljunk meg magunkra mindenképpen figyelni. Az, hogy ez hogyan nézzen ki? A mellönvizsgálatát egy pár perc alatt akár, most azt mondom, hogyha az onkológiára bemennek, biztos, hogy egy ilyen kis maketten keresztül meg tudják mutatni, de ezt bármilyen videóban elolvashatjuk, vagy megnézhetjük, egy cikket elolvasunk róla, mindenhol le van írva, hogy milyennek a helyes módja. Havonta egyszer menstruáció ciklus előtt, szerintem zuhany alatt ezt bárki mind magának megteheti, és akkor nem lesz gond, szerintem. De ez még csak egy dolog. Én azt szoktam mondani, hogy ugye, hogyha megkapják a hölgyek a mammográfiás behívót, azt mindenképpen, tehát, ezért egy kicsit mérges tudok lenni egyébként, megmondom őszintén, mert amikor ott vagyok, és a doktornővel át szoktuk beszélni, hogy megint mennyien nem mentek el a meghívó ellenére sem, így nem értem azt, hogy a hölgyek... Ma már egy olyan világot élünk, hogy szinte mindenkinek van már olyan ismerőse, akin ezen átesett. Pontosan. Hogy miért nem vesszük a bátorságot, miért nem vesszük azt, az tényleg picike kis kellemetlenséggel jár. Nem azt mondom, hogy nem érzünk semmit, de a fájdalomtól szerintem az az érzés messze van, amit ilyenkor érzünk, és inkább ezt a fájdalmat érezzük, mint hogy kihújjon a hajunk, mint hogy ne legyen mellünk, mint hogy kemoterápiás kezelést kelljen kapnunk, és annak a mellékhatásait kelljen átélni. Tehát, hogy ezt a pici kellemetlenséget ezt vállalni kell, és igenis el kell menni, és meg kell nézni x időnként, hogy rendben van-e minden. Ha meg nem kaptunk még behívót, és mondjuk valamit érzünk, akkor a nőgyógyásszal tessék megvizsgáltatni, a nőgyógyász el tud küldeni egy ultrahangos vizsgálatra, nem fogják elküldeni, hogyha még fiatalabb, és ott is egyébként már elég sok minden eldőlhet. Mert hát az idejében felismert már rák, az ugye nagyon jól tudjuk, egy nagyon igaz szlogán, hogy gyógyítható. Így van. És te egy élő példa vagy erre. Mi a terved a jövőre nézve? 5 év dög nélkül, ezt ugye mindig hangoztatott közösségi médiában, közösségi oldalakon, köztünk a szerkesztőség tagjai között. Hogyha egy kicsit a jövőbe próbálunk tekinteni, nyilván nem vagyunk jósnők, de mik a terveid még? Hiszen itt vagy a családodnak, itt vannak a gyönyörű nagylányaid. Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Hiszen az egészség az egy nagy kincs, te nagyon jól tudom, hogy értékeled is. Mi az, amire számítasz még a jövő évben, utána? Milyen tervek vannak? Hát olyan nagyon nagy terveim nincsenek. Abban bízom, hogy ennek kapcsán fognak még ilyen előadásokra hívni, és hogy sok mindenkinek tudok ezáltal segíteni. Csak egy picit kikanyarodva, tavaly, amikor Budapestre hívtak egy ilyen előadást megtartani, én teljesen ledöbbentem, mert ez egészségügyi dolgozóknak, szakdolgozóknak volt megrendezve, orvosok, ápolók és a többi dolgozók voltak, és amikor én megtartottam ezt az előadást, utána is sorba álltak, hogy beszélhessenek velem orvosok, biokémikusok, és a többi. És én nem értettem, hogy miért. És olyan jól esett, hogy tudtam velük beszélgetni, hogy mondták, hogy mondjuk, mit tudom én, Nyíregyházán egy kemoterápiás osztályon dolgozik, és akkor, hogy ő mit tud abból elvinni, amit én most mondtam, de akkor ő is adott nekem, hogy mit szedjek be, mert egyébként ismerem-e azt a készítményt. Tehát nagyon jó eső érzés volt. Úgyhogy abban nagyon bízom, hogy ezeket tudjuk folytatni. Én szeretném, hogyha a városban egy nagyon picit lehetne ezen lendíteni még. Egy nagyon picit én még szeretnék ennél többet tenni, amennyit lehet, de ezt meg majd csak akkor, hogyha már vége van a vírushelyzetnek, van erre egy kiforrott tervem, vannak ebben segítőim,
De még néhány egyelőre... dolgot azért elárulsz, úgy előjáróban? Hát annyit tudok elárulni, hogy van erre egy konkrét helyszín, és Gábor atya nagyon nagy szeretettel partnerem lesz ebben, akivel már beszélgettünk több ízben arról, meg ilyen túlérő barátnőimmel vannak ketten, akik így bevállalták, hogy majd így együtt ezt fogjuk intézni, hogy egy ilyen kis klubszerűt mindenképpen fogunk csinálni, ez egy nagy terv, csak hát ez már tavaly megszületett, csak ugye most mindent felülírt a vírushelyzet, de hogy szeretnénk egy ilyet, ahol néha össze tudunk jönni, néha egy-egy akár orvost elhívni, akár bárkit, aki a témában jártas, és hát elmondani azt, hogy nekünk milyen tapasztalataink vannak, ez szerintem nagyon fontos lenne. Ugye, ha már Gábor atya, ugye Tornyai Gábor plébánosról van szó, az Öreghegyi plébánia plébánosa, aki ugye nagyon sokszor biztat téged, erőt ad neked. Most te milyen erőt adnál a nézőknek, hogy miben kapaszkodjunk, mi mindnyájan nézők itt a stúdióban lévők, hogy bár én személy szerint nem találkoztam a betegséggel, de az én környezetemben is van, ugye rajtad kívül is sajnos, olyan, aki a betegséggel találkozott, miben kapaszkodjunk, miben higgyünk, milyen útravalót adná nekünk? Hát igazából olyan nagy megfejtéseket nem tudok mondani. Azt tudom, hogy nem olyan nagyon elhanyagolandó az, hogy hogyan élünk, milyen egészségesen táplálkozunk, hogy mennyit mozgunk. Nyilván az, hogy mondjuk milyen stresszes életet élünk, azt nem biztos, hogy tudjuk úgy befolyásolni, de hogyha mondjuk a munkánk nem olyan, akkor legalább a magánéletben, a hétvégéken próbáljunk meg annyi időt szakítani magunkra, a családunkra, én időt, amennyi ahhoz a kis lelki felüdüléshez kell, hogy tényleg egy kicsit a stresszt kiengedjük. Mert nekem van egy ilyen elképzelésem erről, hogy jó, van, akinek mondjuk genetikai háttere van ebben, mint mondjuk nekem is lehet, bár ezt mondjuk az adatok megcáfolták, mert nekem elvileg azt hozta ki egy vizsgálat, hogy nem genetikai eredetű a betegségem. Pedig ugye az édesanyjánál is igen. Volt. De hogy az életmód azt szerintem nagyon sokban tudja befolyásolni, a stressz is, úgyhogy igazából csak ennyi, hogy figyeljünk oda magunkra, egy picit többet próbáljunk meg lazítani, relaxálni, amikor tehetjük, és hát mindenképpen a hölgyek menjenek el vizsgálatra, a férfiak pedig fogják meg a kedvesük kezét, és vigyék el a vizsgálatra. Nagyon szépen köszönjük neked ezt az útravalót, én azt gondolom, hogy mindenképpen fontos ezt megfogadnunk nekünk nőknek, és nyilván a férfiaknak is fontos, hogy figyeljenek ránk hölgyekre. Én nagyon köszönöm önöknek, nézőink, hogy velünk tartottak, én azt gondolom, hogy mindenképpen egy példaértékű beszélgetést hallhattak és láthattak. Vigyázzanak magukra, nagyon köszönöm, hogy itt voltak velünk, viszontlátásra!